Súlyosan elmarasztalta a tűzoltóságot a londoni Grenfell Tower tűzkatasztrófájáról szóló jelentés. A dokumentum készítői szerint hamarabb kellett volna kijelenteni, hogy a lángok terjedése uralhatatlan, és a teljes evakuálásra kellett volna koncentrálni. Az egyik áldozat rokona, Hadman El Alami, a tabló mutatta meg elveszített családtagjának fényképét. Könnyeivel küzdködve jelentette ki, hogy harcolni kell, hogy kiderüljön az igazság. Az áldozatok hozzátartozói állítják, hogy hiába az 1000 oldalas jelentés, számos kérdés megválaszolatlan maradt. Nazanin Aglani két rokonát vesztette el a tűzben. Kifogásolja, hogy miközben a hatóságok és a sürgősségi szolgálatok emberei profik, a toronyház lakóira hagyták a döntést, hogy miként meneküljenek, kiugorjanak az ablakon, vagy tegyenek, amit tudnak. Shah Aglani is a családtagja. Szerinte az egész mentési rendszert át kell alakítani a legfelsőbb szinttől kezdve. A 2017-es tűzben 72-en haltak meg. A 26 hónapon át tartó vizsgálat megerősítette, hogy az éghető szigetelés miatt terjedtek megfékezhetetlenül gyorsan a lángok. Danny Catton, a londoni tűzoltóságot vezető bizottság tagja magyarázta, hogy a Grenfell katasztrófa óta ismert, milyen tűzveszélyes az ACM szigetelőanyag, amivel a magas házat borították. Az újságírói kérdésre, miszerint lemond-e, azt felelte, hogy fél év múlva nyugdíjba megy, addig pedig azért dolgozik, hogy ne legyen veszélyes szigetelés a londoni épületeken. A brit parlament alsóháza egy perces csenddel tisztelgett az áldozatok emléke előtt. A parlamenti ülés egyik napi rendi pontja volt szerdán a Grenfell jelentés megvitatása.